Éppen a marógép használatát tanulják a diákok ennél a dombóvári faipari cégnél. Itt az asztalos szakmát sajátíthatják el a tanulni vágyók, ami felnőttek esetében 2 éves képzést jelent. Gugyi Tamás, asztalos mester azt mondja, számos előnye van a megújult felnőtt képzési rendszernek. Nagyon jó tapasztalataim vannak egyébként a felnőttekkel, mint motiváltság terén, hozzáállás. Az ágazati alapozó vizsga itt zajlott nálunk, és 90% fölötti átlag vizsga eredmény volt, azért az azt gondolom, hogy magáért beszél. Én azt látom, hogy ez egy lehetőség azoknak a felnőtteknek, akik vagy pályát úgymond tévesztettek, vagy megszűnt a munkahelyük, vagy a jövőben csak hobbiként, vagy főállásként is ezzel szeretnének foglalkozni. Ez nagyon jó dolog. Emellett még, hogyha jól tudom, akkor az iskolába idéntől, vagy a jövő tanévtől a faipari technikusi képzés is szerepel a palettán. Ezzel kapcsolatban még mi is itt a kollégákkal elgondolkodtunk, hogy esetleg részt vennénk. Talán egy kicsikét még felfrissíteni is a régi ismereteket, vagy elhelyezkedés tekintetében most nem feltétlenül én szeretnék új helyre menni dolgozni, tehát itt a kollégák vagy bárki, kicsit úgy gondolom, hogy több lábon álló tud lenni az ember. Azt gondolom, hogy 13-14 évesen, tehát a gyerekdiákokról beszélünk, 13-14 éves korban eldönteni, hogy milyen szakmai, milyen irányba induljon el valaki az életbe, ez nem mindig mindenkinek sikerül. Éppen ezért is jó ez a felnőtt képzés, hogyha valaki esetleg tényleg úgy gondolta, és nem elfogultan lennék, lehet, hogy valakinek az asztalos szakma nem tetszik, mint gyerekdiák, és más irányba szeretne utána elindulni. Mindenképpen a motiváltság, már a céltudatosság az a felnőtteknél azért úgy látom, hogy azért erősebben jelen van. A fiatalokkal, még a gyerekekkel nagyon az elejér, nagyon vissza kell mennünk az alapokig, azért felnőtteknek már bizonyos alapvető képességek vannak. Az új szakképzési rendszerben szakmai képzések keretében megszerezhető képesítések rugalmas munkaerőpiaci alkalmazkodást tesznek lehetővé felnőttek számára. Ezek a korábbi rendszer tanfolyami képzéseihez hasonlóan viszonylag rövid idő alatt kisebb óraszámban teszik lehetővé az eredményes felkészülést egy-egy szakképesítésre. A szakképzés megváltozásának következtében a felnőttek képzése az rengeteg lehetőséget takar jelen pillanatban. Ugye meg kell különböztetnünk 2 fogalmat, a szakmai oktatást és a szakmai képzést. A mi iskolánk elsősorban a szakmai oktatást preferálja. 2020. szeptemberében és még 21-ben is 97 felnőtt tanulónk van, aki ez az új típusú képzés szerint kezdte meg nálunk a tanulmányait. Azt kell erről tudni igazából, hogy nincs korhoz kötve, tehát bárki, bármikor, akárhány éves egy ilyen képzésben részt vehet. Rengeteg előnye van, a 175 alapszakmából választhat, hogyha szakmai oktatást választja. Rengeteg előnye van, mi leginkább arra szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy inkább a duális rendszerű képzést válasszák. Tehát lehet bent nálunk is tanulni, de inkább azt gondoljuk, hogy a munkaerőpiaci vállalkozásoknál szerezzék meg a gyakorlatot, nálunk pedig az elméletet, tehát egy ilyen közös képzést ajánlunk a felnőtteknek. Per pillanat, 1 hónap telt el, mert február 1-én indult igazából a szakmai szakirányú képzése ezeknek a felnőtteknek. Ez alatt az 1 hónap alatt mi azt gondoljuk, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, illetve azt látjuk előre prognosztizálni, hogy egyre több vállalkozás jelentkezik be, és egyre több felnőtt szeretne tanulni. Abban az esetben, ha valaki szeretne egy szakmát elsajátítani, annak a szakképző intézmény ajánl egy duális képzőpartnert. Majd felmérik az előzetes szakmai tudását, és ez alapján döntik el, hogy van-e szüksége iskolai alapozó oktatásra, vagy egyből kezdheti a gyakorlati partnernél a képzést. Ez úgy néz ki, hogy amikor kikerül a duális partnerhez, akkor munkaszerződést köt a duális képzőhelyel, ami azt jelenti, hogy a mindenkori minimálbér 60 vagy 100%-át is megkaphatja a képzés ideje alatt havonta, mint egy munkabér. Természetesen közben tanulnia is kell, tehát azért ezt a szakmát, ezt el kell végezni, és meg kell tanulni, meg kell egyezni a képzőhelyjel, hogy ezt milyen időpontban, vagy milyen arányban tudja csinálni. Miután megegyeztek, azért ez egy nettó
90, hogyha mindenkori minimálbérnek a 60%-át adja, abból 18%-ot kell az államnak befizetni, azért ez egy 90 ezer forintot jelent pluszban havonta, az mellett, hogy kap egy új szakmát, amit megtanulhat. Szóval én azt gondolom, hogy per pillanat, maradjunk a vendéglátásnál, hogyha én egy vendéglátó egységet vezetek, akkor azt hiszem, hogy én azt megfontolnám, hogy a saját dolgozóimat, esetleg most ebben a pandémiás időszakban, azt mondom, hogy kevesebb a munka, tanítatom. Esetleg a szakácsot pincérnek, vagy a pincért szakácsnak, mert hogy az állam támogatja, hogyha egy ilyen profilváltást szeretne a dolgozóinál eszközölni a cég. Az azt jelenti, hogy az államtól havonta 200-280 ezer forintot kap egy dolgozóra, és abból kifizeti a munkaszerződés alapján neki az úgynevezett munkaszerződésbeni megállapodását, 110-150-160 ezer forint hát bér. Ebben a pillanatban is tudunk képzéseket indítani. Tehát nincs arról szó, hogy szeptember, február, nem vagyunk beágyazva a időpontokhoz, hanem teljesen rugalmasan egyéni utakat találunk a felnőtteknek, és azt próbáljuk megerősíteni, hogy bármikor lehetőség van változásra vagy választásra. Szakképző intézményben az első szakképesítés megszerzése az első képesítő vizsga erejéig ingyenes. A felnőtt képzési jogviszony keretében szervezett képzésekről a Tolna megyei szakképzési centrum és a hozzátartozó iskolák internetes felületeiken is tájékoztatást adnak, továbbá lehetővé teszik az online jelentkezést az érdeklődők számára.